Sziasztok, Baromádor, az és ebben a videóban az Adventure Quest 3D-ről fogunk beszélni, illetőleg vele játszani egy picit. Ahogy láthatjátok, kettes szintű roach vagyok, egy kalapáccsal. Igen, ez teljesen valid. Szóval ez egy Adventure Questnek a 3D-s változata. Innen lehet tudni, hogy egy komoly játékról van szó, hiszen hát láthatjuk, hogy, hogy elődei is vannak. Az irányítás nagyon-nagyon egyszerű, VASD-vel mozogsz, mint ahogy általában. Jobb klikket nyomva tartva tudsz forrogni, természetesen vannak áthatolhatatlan füvek. Egyébként ettől függetlenül a grafikája meglehetősen érdekes. Mindenesetre multiplatformos játékról beszélünk, szóval gyakorlatilag tudsz mobilon is játszani vele és gépen is, és ezek a platformok átmenetek vannak közöttük. Tehát ezek a platformok között létrejöhet party és együttjátszás. De mielőtt erről játékról bővebben beszélnénk, inkább nézzétek meg ezt, és ez mindent elárul. De ez az ember oda csap a semmibe, és szerencsétlen örökké fog viaskodni azzal a három csontvázzal. Az egyik belefolyik a textúrába, a másikat leszúrja és elrepül, és van egy természetesen egy ilyen passzív-agresszív furious harcos, aki egy helyben áll, és egy kicsit összeérinti a pengét. Hát igen, igen, meglehetősen érdekes. Mindenesetre itt az első küldetésünk, loading cutscene. Na, úristen. Úristen, ezt inkább skippeljük. Igen, teljesen jó, 8 XP-t kapunk. Igen, slay 5 skeletons. Oké. Okay. A játékban ugye, ahogy láthatjátok, 5 darab skill van, van egy autoattack, van egy ilyen mérgező valami, mérgező csapás, van egy rugás. Ezt nézzétek. Kurva jó. Egyszerűen a hangeffekt nélkül mondjuk annyira nem lenne poén ez az egész. Igen, tehát láthatjátok, hogy egy minőségi játékról van szó. Például van láthatatlanságunk. Ezt nézzétek, most láthatatlanok vagyunk. Ugye milyen kurva jó? Az meg így, fuck this shit. Bailing bass. Egyet, hát igen. Igen, szóval ez egy minőségi játék. Láthatjátok, így kell lootolni. Egyébként kiesnek ilyen begekbe. És hoppá, egy hammert kaptunk, hoppá, egy hammert kaptunk. Érdekes, hogy pont ugyanazt kaptuk mind a két mobból. Igen, két darab tárgyat tudnak droppolni, vagy hármat. Ezt úgy felváltva folyamatosan droppolják egyébként. Tehát itt láthatjuk, hogy egy cloakot droppolnak, ami rajtam van. Meg azt hiszem még droppolnak egy kesztyűt, és ennyi. Nagyjából ennyi a dropjuk, ezt így kidobálják léptennyomon. Na de hát nem csak ebből áll a játék, az egyes skeletonokból, hát az ott van a kesztyű. Szóval hát a WoW-is szar kis szinten. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi vár még ránk ebbe a csodálatos világba. Benyomjuk a stealth-et, hogy ne tudjanak elkapni minket, tessék, lopakodunk, tökéletes. Igen, travel to the... Igen, ide. Gyorsan átravelölünk, láthatok egy tökéletes cutscene-t, ott egy félig levágott ember, oppá. Hoppá, bevették a csontik a várat, vagy csak ott előtte állnak, nem lehet tudni. Itt már vannak más játékosok is, láthatjátok itt egy roach, ő neki nincsen olyan menő kalapácsa, mint nekünk. Loading cutscene, minden egyes beszélgetés előtt be kell loadolnia. Azt nézd, tehát azért az fogsor, hát igen, kéne egy fogszabályzó, meg fogpótlás is, ahogy látom, a szeme sincsen rendben. Na mindegy, igen, hát quest, igen. Leadjuk a questet, felvettük a questet, invaderöket kell kinyírni, megyünk is, ott rábaszunk egyet, úgy, tökéletes, mindesetre nem, bone chip, ott egy crawler, oké, ezt is megfogjuk, nem, ő OP, mint mi, belerugunk egyet, ezt a képességet nézzétek, pörgünk egyet, kurva jó egyébként a karakterünk, szinte szarcsisebb ez a többi karakterhez képest, de egyébként nem rossz, tehát roach-ok vagyunk. Oké, ez is megvan. Szóval láthatjátok, hogy egy tényleg minőségi játékról beszélünk, teljesen free to play, bárki letölthet és játszhatja, multiplatformos, mint ahogy említettem. Úgyhogy akár az egyik szobában a másikban megkéritek a barátotokat, hogy ott ül mellétek telefonjukkal, és már meg is van. Tehát eszméletlen jó játékmenetről tanúskodik a játék, a grafika kifogástalan. Például tök jó, ahogy meggyullad az a zöld fű ott, teljesen indokolatlanul. És hát nyilvánvalóan az átjárhatatlan fű, ezért fontos, hogy legyen kertész a közelben, mert hát hogyha elbújránzik ennyire elbújránzik azért a természet, akkor már nem lehet mit csinálni. Van dupla ugrás is, tehát vagy nincs, lehet, hogy nincs,
csak így néha pörög egyet, tök mindegy. Szóval azért külön manuális loot van, tehát nem csak úgy kilootolja neked. Nem, neked kell kilootolni, teljesen jó ez. Felvihetsz ilyen poison effekteket, én nagyon ajánlom a roach-ot, főleg ezzel a kalapáccsal, teljesen illik a karakterisztikájához. Igen, szóval ezt még lehagyjuk itt, gyorsan beszélünk ezzel a nagyon szép goblinnal. Igen, láthatjátok, tele van a játék jobbnál jobb küldetésekkel. Ezt az embert például meg kell menteni, mert hatalmas veszélyben van. Rákattintunk és megköszönni, látod? És utána ott áll egy, ott áll egy helybe. Basz, meg eltűnt. Na, hát igen. Ha tudnak teleportálni, akkor kérdéses, hogy mi a fasznak kell nekünk megmenteni. Na mindegy. Oké, itt van megint egy csaj, megköszöni nekünk. Biztos csak bug volt, most nem fog elteleportálni, el fog szaladni, nyilván elmegy a többieket. Oké, hát tök mindegy, gyorsan még ezt megcsináljuk. Rákattintunk, gyorsan végigmegyünk a teleportálós embereken, ott az is eltűnt. Értitek egyébként, az egyik ott meggyulladt. Neki kell segíteni. Ja nem, ő nem gyulladt meg, ott mögötte áll. Vagy Google. Éppen pisil, segíteni kell neki pisilni, tessék. Jó. Magas sarkú egyébként, az befigyel, tehát ott a magas sarkú. Azért az sosem árt. A játéknak egyébként zenéje nincs, bár elvileg fel lehet állítani, hogy a music hangos legyen. Maxon, majdnem maxon van a music. Gondolom hallhatjátok ezeket az epikus hangokat, meg minden, de a zenét azt nem tudom, hogy ezt elfelejtették. Lehet, hogy DLC-t kell venni hozzá, nem tudom. Mindenesetre azért egy minőségi játékról beszélünk. Ugye ez volt az Adventure Quest 3D. Ha szeretnétek ebből a játékból esetlegesen többet látni, nagyobb szinten meg ilyesmi, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, ezt ne tegyétek meg, mert ez a játék borzalmas. De egyébként most például kerekeket kell szerezni. Ott egy kerék, eszmetlen nehéz volt egyébként, ez az ember lépett volna hármat és ott is van. Egyébként ezt egy miniatűr dino húzza, vagy egy döglött dino. Igen, legyen is ez a záró mondat szerintem, ez a döglött dino próbálja húzni a szekeret. Aminek egyébként van két kereke. De szerezni kell neki még kettőt. Respawnolt, hát így mondjuk egyszerű lesz. Ja, ezek új kart, aha, értem. Jó, hát... tessék, most már el tud indulni nyilvánvalóan a döglött. Ja, gondolom majd sárkányt is kell nekik hozni, mert ez megdöglött. Na, szóval ez volt az Adventure Quest 3D. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Én Báron Gáldalosz voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!